A magyar háztartások döntő többsége saját ingatlanában lakik, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal bevezetőjében, amely egy nemrég nyilvánosságra hozott lakbérindex számításhoz készült. A KSH módszertani ismeretét és tapasztalatát kiegészíti az ingatlan.com adatbázisa is. Így egy olyan megbízható és részletes mutató szám jött létre, amely új kutatási alapként szolgálhat. Az együttműködés alapja egy 2018-ban magánbérleti lakások lakói körében végzett felmérés volt. A főkérdések arra vonatkoztak az ott élők, mióta laknak az adott ingatlanban, mennyi lakbért fizetnek és miért bérelnek lakást. Két évvel ezelőtt hazánkban a népesség 4,8% a lakott piaci bérlakásban, míg az uniós tagállamok átlagában ez az arány megközelítette a 21%-ot. Ezen a ponton vetődött fel az is, hogy megtudjuk azt, hogy milyen csatornákon keresztül talál egymásra a lakbérpiacon a kiadófél és a, a bérlő. És már ekkor látszott az, hogy hogy nagyon komoly szerepe van részben a közvetítőknek, részben pedig azoknak az internetes területeknek, ahol ezek a tranzakciók végül is létre tudnak jönni. És ekkor vetődött fel az is, hogy megpróbáljuk megmérni, hogy különböző területeken, az ország különböző településein milyen lefedettsége van az ilyenfajta ingatlan portáloknak. És hát világosan látszott az, hogy a nagyvárosokban elsősorban, de azért a kisebb településeken is egy nagyon komoly rálátása van a piacra ezeknek a, ezeknek a felületeknek. A KSH 2019-ben kapott egy adatbázist az ingatlan.com-tól, amely négy évre visszamenőleg minden adatot tartalmazott a lakásokra és azok bérletére vonatkozva. Ezt most már minden hónapban megkapják majd és beágyazzák a saját rendszereikbe. Hiszen az elmúlt húsz évben a lakáspiaci információkra óriási igény mutatkozott, különösen a bérelt lakások piacán. A szélsőségesen magas vagy alacsony áron kínált, valamint a többször hirdetett ingatlanokat kiszűrik a rendszerből, és így település típusokra, valamint régiós összetételben készítik el az elemzéseket. Idén júniusban az éjszaka a föld, köztük Szabolcs már Bereg megye a megfigyelések 7%-át tette hozzá a teljes elemzéshez. Az ingatlan.com adatai alapvetően két területre bonthatók. Egyrészt a kínálati adatokat érdemes vizsgálni. Itt azt lehet elmondani, hogy éves szinten kb. 100 ezer magánszemély ad föl hirdetést az ingatlan.com-on. Ez eladó és kiadó ingatlan hirdetés jelent. És hogyha figyelembe veszük azt, hogy éves szinten 150 ezer adásvétel történik egy évben, akkor ez már egy elég jó lefedettségre utal ez az adat is. A ingatlan.com-on nem csak magánszemélyek hirdetnek, hanem ingatlan közvetítők is, és napi szinten kb. 9-10 ezer ingatlan közvetítő használja a szolgáltatásainkat. Ugye ők ezt egyfajta munkahelyként, most nem munkajogi értelembe véve, hanem egy munkafelületként használják az ingatlan.com-ot, hiszen a visszajelzéseik alapján innen történik a legtöbb adásvétel, és innen érkezik a legtöbb vevő. Tehát ebből leírható az, hogy ha körülbelül számszerűsíteni szeretnénk az ingatlan állomány, az hirdetési nagyságát, akkor egy 250 ezer ingatlan hirdetésből áll az ingatlan.com adatbázisa. Az elemzés nehézsége, hogy egy-két év alatt teljesen megváltozik a bérát lakások piaca. Cserélődnek az ingatlanok lakói, vagy a korábban bérbeadott lakás ma már nincs kiadva. A KSH és az ingatlan.com között létrejött egy évre szóló kutatási megállapodás már lejárt. Ezt most határozatlan időre meghosszabbították. Bárják az olvasók visszajelzéseit is, hogy a lakbérindex még hitelesebb legyen, és olyan új mutatókat is kifejleszthessenek, amelyek az ingatlan piac még jobb megértését szolgálják.